A mai nap nagyon tudatosan választottam, hogy a Költségvetési Tanács konferenciáján a költségvetési kockázatokról és a kockázatok kezeléséről beszélek. Miért is kell erre fókuszálnunk? Meggyőződésem szerint a Költségvetési Tanács elemzésének középpontjában a kockázatok feltárása kell, hogy álljon. Miért is? Mert ez következik alkotmányos státuszából. Újra és újra megfogalmazódnak olyan vélemények, amelyek a Költségvetési Tanácsot egyfajta alternatív pénzügyminisztériumként képzelik el, és azt várják el tőle, hogy a kormányzatéval versengő makrogazdasági prognózisokat, költségvetési hatáselemzéseket készítsen. Ezek az elgondolások pusztán közgazdasági megfontolásból akár észszerűnek is nevezhetőek, olyannyira, hogy számos országban valóban létezik olyan a költségvetési szabályok betartásán őrködő úgynevezett független költségvetési intézmény, amely rendszeresen készít makrogazdasági előrejelzéseket, elemzéseket. Ezen intézmények alkotmányos státusza azonban jelentősen különbözik a Költségvetési Tanácsnak a Magyarország alaptörvényében lefektetett jogi helyzetéről, például egy-egy kormány alá van rendelve, vagy egy kormány intézményeként működik. A Magyar Költségvetési Tanács teljes mértékben független a kormányzattól azonban. Következésképpen, ha alternatív makrogazdasági forgatókönyveket dolgoznak ki, akkor az országgyűlésnek kellene döntenie arról, hogy a kormány vagy a Költségvetési Tanács makrogazdasági prognózisát fogadja el megbízhatóbbnak, hitelesebbnek. Ebben a teremben sokan ülnek, akik részt vettek már előrejelzések készítésében. Kovács Árpád szólt is néhány ezzel kapcsolatos tapasztalatunkról. Ők jól tudják, azt gondolom, önök jól tudják, hogy ezek az előrejelzések olyan modellekre épülnek, amelyeknek a belső összefüggés rendszerét, feltételezéseit nem lehet és nem szabad politikai mélegelés témájává tenni. A magyar alkotmányos helyzetnek az felel meg, hogy a költségvetés alapját képező makrogazdasági prognózist a kormány készíti el, és a Költségvetési Tanács az e-prognózisban rejlő kockázatokat azonosítja, számszerűsíti, és azok kezelésére tesz javaslatot előbb a kormány, majd a költségvetés elfogadásának egy későbbi szakaszában az országgyűlés részére. Igaz ugyanakkor az is, hogy a Költségvetési Tanács akkor tudja a kormányzati prognózisban rejlő kockázatokat azonosítani, ha a kormányzati prognózis fő számait összehasonlítja alternatív prognózisokban foglaltakkal, ahogy egyébként tesszük is, ehhez azonban nem kell saját magának prognózisokat készítenie. Elég megismernie más független műhelyek által készített előrejelzéseket. Megítélésem szerint ez jobb megoldás, mint a saját prognózis készítése, hiszen így a tanács elfogulatlanul tudja mérlegelni azt, hogy melyik prognózisok feltételezéseit tartja reálisabban. Természetesen ehhez nem elég az, hogy a prognózis fő számait az újságokban elolvassuk, hanem alaposan elemeznünk kell, hogy melyik műhely, milyen összefüggésekre alapozva a saját alappályáját hogyan alakította ki. Ezért rendel meg a Költségvetési Tanács prognózisokat az előrejelzések készítésével foglalkozó elismert műhelyektől, és ezért rendez immár hagyományosan tudományos konferenciákat, hogy a szakma legjobbjai nézeteiket ütköztetni tudják. Nem véletlen, hogy a Költségvetés Tanács tagjai és szakértői általában végigülik ezeket a konferenciákat, hiszen mikor a tanácsnak össze döntést kell hozni a költségvetési törvényjavaslat elfogadásáról, akkor jó lelkismerettel csak ezeknek az ismereteknek a birtokában szavazhat a tanács három tagja. Őszintén remélem, hogy a konferencián jelen vannak a képviselő azoknak a nemzetközi szervezeteknek, amelyek azt javasolják, hogy a Költségvetési Tanács alternatív makrogazdasági prognózisokat és költségvetési hatáselemzéseket készítsen. Még inkább remélem, hogy a konferencia meggyőzi őket arról, hogy a magyar alkotmányos berendezkedés mellett nem ez a hatékony megoldás, hanem az, ha a tanács a kormányzati prognózisok hatástanulmányok kockázatait tárja fel, és ennek során elismert műhelyek, kutatóhelyek előrejelzéseire, elemzéseire támaszkodik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Költségvetési Tanács munkáját a tudományos műhelyek mellett mindenek előtt a két tagja mögött álló szervezet, a Magyar Nemzeti Bank és az Állami Számvevőszék munkáját alakítja és támaszkodhat erre.
Az állami számvevőszékről szóló törvény kimondja, hogy az ÁSZ elemzésekkel támogatja a költségvetési tanács munkáját immár 2 éve. Elemzéseink elsősorban arra a szakértelemre épülnek, amelyek a költségvetéssel kapcsolatos ellenőrzéseink során fejlesztettünk ki, hiszen az ÁSZ immár most már 4. évszázada minden évben ellenőrzi a szálszámadás végrehajtását, és véleményt nyilvánít a következő évi költségvetés törvényjavaslatról. A számvevőszéki véleményt megalapozó ellenőrzés új módszertani útmutatóját napokon belül nyilvánosságra is fogjuk hozni, az a számvevőszék honlapján megtekinthető lesz. A módszertani megújításról egy pár szót szólnék most. Egyik fő szempontja éppen az volt, hogy a költségvetési tanács munkáját segítők 2 elemzés elkészítése szervesen beépüljön a számvevőszéki vélemény megalapozó ellenőrzésébe. Az állami számvevőszék elemzést készít a költségvetési tanács részére a költségvetési törvényjavaslat tervezetének véleményezéséhez, valamint a tanács azon döntésének az előkészítésére, hogy a költségvetési törvényjavaslat elfogadásához hozzájárulását megadja-e. A módszertani megújítás során érvényesített második fő szempont az volt, hogy a számvevőszéki ellenőrzés végeredménye egy olyan vélemény legyen, amely tételesen és számszerűen is tartalmazza az ÁSZ által feltárt költségvetési kockázatokat, vagyis azt, hogy egyes bevételekből és előirányzottnál kevesebb folyik majd be, illetve egyes kiadások túllépik az előirányzott mértékét. A módszerünk lényege az, hogy a költségvetési törvényjavaslat valamennyi úgynevezett meghatározó előirányzatát elemezzük az alátámasztottság és a teljesíthetőség szempontjából. Így módon azokat megalapozott, részben megalapozott vagy nem megalapozott előirányzatnak minősítjük. Az utóbbi 2 minősítést kapott előirányzatok esetében meghatározzuk a kockázatot és számszerűsítjük annak mértékét is. Kockázatosnak tekintünk egy bevétel előirányzatot, ha az átadott dokumentumok alapján a tervében alulteljesülése várható, illetve egy kiadási előirányzatot, ha felhasználása várhatóan meghaladja a tervezett összeget. Az állami számvevőszék első fél éves költségvetési folyamatok alapján is készít kockázatelemzést a költségvetési tanács részére, amelyet egyébként el is készített, és most már rendelkezésre bocsájtotta a eheti döntéseit megalapozóan. Ennél az elemzésnél az állami számvevőszék a kockázatok számszerűsítésénél úgynevezett bázis alapú becslés értékelési megközelítést alkalmaz, illetve alkalmazott. E módszer lényege, hogy az első 6 havi pénzforgalmi adatokat az időarányos előirányzathoz viszonyítja. Ennek során kockázatot elsősorban azon előirányzatok esetében jelzünk, amelyeknél a teljesülés eltér az időarányostól, és ezt egyedi okok vagy megelőző időszak teljesülési bázis adatai nem indokolják. A feltárt kockázatokat az éves előirányzattal való eltérés várható minimális és maximális értékének megadásával számszerűsítjük is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! E rövid módszertan ismertetés után térjünk át a költségvetés tényleges kockázataira. Normál esetben a kérdés megválaszolásához be kellene idéznem az ÁSZ-nak a 2013. évi költségvetési törvényjavaslatra tett véleményének a vonatkozó mondatait. Azonban 2013-ra nézve ez félrevezető lenne, mivel a nyár elején az országgyűlés elé terjesztett költségvetési törvényjavaslat, amelyet véleményezett akkor az ÁSZ, ősszel lényegesen módosult. A parlamenti vita során benyújtott munkahelyvédelmi akcióterv és a fedezetének megteremtésére tett bevételt növelő javaslatok alapvetően megváltoztatták a kockázatokat. Ezeket a költségvetés tanács részére 2012. decemberében benyújtott elemzésünkben próbáltuk meg azonosítani. Ennek, valamint más elemzéseknek az alapján a tanács 2012. decemberi határozatának indoklásában kockázatosnak ítélt több bevételű előirányzat teljesülését, konkrétan a tranzakciós illetékszámot tevően megemelt előirányzatát, az áfa bevételeknek azt a részét, amelyet a kormány a gazdaság kifehérítésével kívánt elérni, valamint a társasági nyerességadót, a jövedékadót, a játékadót és a közműadót.
A kormány maga is tisztában volt azzal, hogy az őszi javaslatcsomag komoly kockázatokat rejt. Ezért az országvédelmi alap előirányzatának 400 milliárd forintra emelésével soha nem látott mértékű tartalék megteremtésre tett javaslatot az országgyűlésnek. Utólag az igazolódott be, erről szólt Kovács Árpád is, hogy az országvédelmi alap 400 milliárdos előirányzatának el nem költése önmagában is elég lett volna a bevételi kockázatok kiegyenlítésére. Azonban 2013 tavaszán különböző előrejelzések, beleértve az Európai Bizottságnak a véleményét is, akceptálta a kormány a hiánycél teljesítési további intézkedéseket tett szükségessé. Ezért a kormány májusban a GDP 0,3%-os nagyságát kitevő zárolásokról döntött. A zárolások elsősorban a költségvetési szerveket és a szakmai fejezeti kezelési előirányzatokat, valamint az elkülönített állami alapokat érintették. Az egyensúlyjavító intézkedések második lépéseként tehát 13. júniusában a kormány a GDP 0,4%-át kitevő intézkedéscsomagot fogadott el, amelyeket a költségvetés bevételeit növelték. Ezek költségvetései hatásait ezen kettes számú táblázatban foglaltuk össze. Ugye a zárolások azok mintegy 92,7 milliárdot, illetve a bevételi oldali intézkedések mintegy 130 milliárd forintot érintettek, így együttesen van ez a 0,7 GDP arányos intézkedéssor. A hozott intézkedések ellenére a költségvetési tanács által 12. decemberében nevesített kockázatok egyébként nem szűntek meg, azok fennmaradtak. Év végére több adó esetében nem teljesültek a tervek, a játékadó 34%-kal, a tranzakciós illeték közel 14%-kal, a közműadó 8%-kal, a jövedéki adó több mint 5%-kal, az áfa is csak nem 5%-kal maradt el az előirányzattól. Az áfa esetében 144 milliárd forint elmaradt bevételt jelentett. Ezekkel a számokkal azonban nem büszkélkedni akarok, a kockázat természetéből adódóan, ugyanis a kockázat jelzését nem csak akkor nevezhetjük indokoltnak, ha a kedvezőtlen esemény ténylegesen bekövetkezett, hiszen a káros esemény bekövetkezésének a valószínűsége soha nem 100%, ezt sokszor össze szokták adni, miközben nyilvánvalóan vannak csökkentő és növelő tényezők, egyszerre az összes kockázatnak az érvényesülése szinte elméletileg is lehetetlen. Egy banális hasonlattal élve, jeges úton közlekedni akkor is kockázatos, ha aznap éppen senki sem csúszott el a jégen. Sok éves tapasztalatunk azt mutatja, hogy a költségvetési tervezésben vannak olyan területek, ahol csúszós a pálya. Például mindig nagy a kockázata az új adók bevezetésének, illetve a régebbi adók szabályai jelentős megváltozásának. Mindig vannak ugyanis olyan tényezők, amelyekkel alakulásuk előrejelzése nem lehet pontosan számolni, még ha megfelelő hatástanulmányt készítenek, akkor sem tud minden tényezőt számolni, tehát mindenféleképpen magasabb kockázatúnak minősül. Sokszor azonban túlzott várakozások kísérik a szabályozók megváltozását, nem gondolva arra, hogy a meghozott intézkedések hatásának érvényesüléséhez például időre van szükség, jól példázza ezt a munkahelyvédelmi akcióterv. Ennek keretében igénybe vehető kedvezmények alakulása. Az egyes számú ábrából látható, hogy 13 elején 6 hónapra volt szükség ahhoz, hogy a kedvezményt a jogosultak döntő többsége igénybe vegye. Ezt egy stagnálási periódus követte, majd 14 elejétől kezdve ismét jelentősen emelkedik a kedvezményt igénybevevők száma. Részben a lassú felfutás következtében az adókedvezmények hatásaként az egész évre becsült 153 milliárd forintos bevételkiesést, ami mindenki ezt várta, valójában csak 13-ban 115 milliárd forintot hozott. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Vannak sajátos kockázatok, így rá kell mutatnunk arra is, hogy a költségvetést érintően nem csak az a kockázat, hogy a hiány vagy az államadósság meghaladja a tervezett mértéket, hanem a hiánycélok tartása érdekében hozott intézkedéseknek lett növekedési kockázata is.
Egyfelől arra gondolok, hogy az egyes adók vagy díjak emelése visszafogja a gazdaság teljesítményét. Másfelől az évközi kiigazító intézkedések, így mint például a költségvetési zárolásoknak vagy a kötelezettségvállalásokkal lekötött maradványok felhasználásának a korlátozásának, gyakran vannak negatív gazdasági következménye is. Az elemzők ugye azt mondták, hogy bizonytalan gazdasági környezet alakul ki évközben. Például a szállítók nem jutnak időben a pénzükhöz, vagy elmaradnak olyan nagy megrendelések, amelyekben a potenciális szállítók már komoly összegeket befektettek. A túlbiztosításra, a törekvésnek tehát komoly költségei, veszteségei is vannak, illetve lehetnek. Ezt akkor is szükséges hangsúlyozni, ha a költségek egy része közvetlenül nem jár költségvetési kiadásokkal, hanem a vállalkozásoknál okoz veszteséget. Bizonytalan tervezési környezetet teremt a gazdasági szereplők számára. Állítom, hogy el kell kerülni a prognózis változásából adódó gazdasági környezetet átalakító évközi beavatkozásokat, de azok kikényszerítését is, hiszen ez veszteséggel, költségekkel jár az egész nemzetgazdaság szintjén.